Köszöntöm a Zemplén Televízió nézőit, Mecénás című kulturális magazinunkat látják. Tartsanak velünk ma este is! Alapításának 230. évfordulójára új évkönyvet adott ki a Kossuth Lajos Gimnázium. A nagymúltú sátor a jóhelyi intézménynél hagyomány, hogy 5 évente megmutatja, mi történt velük az elmúlt időszakban, de mindig hozzá is tesznek valamit a régmúlt idézéséből is. Így van ez most kiadott könyvben is, amely egyszerre szól a jelenről, az iskola sikereiről, partnerségi kapcsolatairól, pályázatairól, és ad információt a Kossuth Gimi régi életéről is. Karácsonyi ajándékként került ki a nyomdából a Kossuth Gimnázium új évkönyve, amely az iskola 230. évfordulójára készült el. Az 5 évente megjelenő könyvhöz képest ez a kiadvány egyszerre szól az intézmény múltjáról és jelenéről, a pályázatokról, tanulmányi sikerekről, a munkaközösségek tevékenységéről és a partnerségről is. A polgármesteri köszöntőt követően ugyanis, ami a jelen, az igazgatói gondolatsor után, ami szintén a jelenünk, középpontba a partnerség került az évkönyv szerkesztése során, és ez a következő tematikus egységünk. Úgy tapasztaljuk, úgy élünk, és célunk is, úgy vélem, hogy sikeres is ez a tevékenységünk, hogy ügyesen működünk együtt a városi és közvetlen környezete közművelődési kulturális intézményeivel, múzeumokkal például, könyvtárral például, vagy akár a művelődési központtal például. Ez a partnerség hangsúlyos. Hangsúlyos továbbá az, hogy évente, október közepén, 23-a előtti hétvégék egyikén iskolánk rendezi meg az édesanyja nyelvünk országos nyelvhasználati versenynek az országos döntőjét, mind az írásbeli, mind a szóbeli fordulót 3 napos rendezvénysorozat keretében. Éppen ezért az anyanyelv oktatására nálunk különös gond fordítandó, és ezt a fejezet címet kapta a következő egység, amely téma cikkei megírására azokat a, mondhatom úgy, az együtt dolgozás miatt kollégákat kértük meg, hogy írjanak, akik tevékenyen részt vesznek az országos verseny országos szintű szervezésében. Következő gondolati egységként a munkaközösségek kerültek a középpontba. Rendkívül sok színű a tevékenységünk. Jelenetek a munkaközösségek életéből címet kapta, általános címként, de valóban felvillantani vagyunk csak képesek évkönyv keretei között egyik-másik munkaközösséghez kötendően jeleneteket. Ez is a jelen tehát, de ugyanakkor a múlt, hiszen visszatekintünk korábbi tevékenységeinkre, tehát a jelenben a múlt hagyománya is olvashatók. A kiadványban helyt kapott természetesen a múlt is. Történelemtanárok, levéltáros, múzeumigazgató írta meg az iskola régmúltjának egy-egy szeletét, ahogyan felkérésre egykori diákok, nem is oly rég érettségizett fiatalok vetették papírra gondolataikat. Nagy hangsúlyt fektettünk volt kollégáink által írt cikkekre, multidéző gondolatok témakör keretén belül. Itt azokról a kollégákról van szó, akik felkérésünknek szívesen eleget tettek, és örömmel tekintettek vissza Kossuth Lajos gimnáziumi időszakukra, tanárságukra, tanítványaikra. Közöttük nem egy cikk, igen érdekes, és talán forrásanyagként is használható. Rendkívül fontosak számunkra magától értetődően diákjaink. Diákjaink közül többek között Pro Alma Matris diákjainktól kértünk és kaptunk cikkeket. Egyiknek a címe különösen tetszik, hiszen még egyetemi hallgatóként azt fogalmazza meg, hogy itt talán több volt, mint egy Neptun kód. A Pro Alma Matris diákok mellett természetesen a munkaközösségek ajánlatai, ajánlásai alapján felkértünk, megkerestünk volt tanítványokat. Azzal arra voltunk elsősorban kíváncsiak, hogy milyen kötődéseik voltak
és vannak, maradtak meg itt töltött időszakukkal kapcsolatosan, mi az, amit úgy tűnik, hogy egy életre visznek magukkal tovább tőlünk. Hangsúlyt fektettünk projektjeinkre, az Erasmus Plus-ra például, a Határtalanulra többek között, illetve az EFOP pályázatra, amely most zárul. Ez különösen azért fontos, mert az évkönyv külső megjelenésének rendkívül igényes voltam, azzal áll összefüggésben, hogy a pályázat lehetőséget adott arra, hogy ennek feltételeit jobban megteremtsük, mint a korábbi években. Kitértünk a Rotary Klub szerepére iskolánk életében, és arra is, hogy kik érettségiztek nálunk az előző években, osztályra, osztályfőnökre lebontván. Ez volt diákjainknak 5 évvel ezelőtt legkorábban, vagy legkésőbb végzett diákjaink számára már emlékként jelenik meg, illetve a nálunk tanító kollégákra többek között. Ha a borítóra vetünk egy pillantást, a borító idővonala megjeleníti azt a kezdő évszámot, amely iskolánk alapításának kezdete, ahonnan mi számítjuk eredetünket, illetve az idővonal utal arra, hogy remélhetőleg újabb 230 év áll előttünk, és erre az idővonalra felfűztünk néhány iskolánkról készült fényképet, amely színesebbé, élményszerűbbé teszi. Lezáró gondolatsorként szeretnék arra kitérni, hogy művésztanáraink, művész diákjaink, lehet, hogy merész diákokról ezt mondani, de remélhetőleg a kezdet ide vezethető vissza, és közülük lesz olyan, aki valóban ezen a területen találja meg élete értelmét, boldogulását. Illusztrációként rajzokat, festményeket illesztettünk be. Szeretnék nevesíteni néhányat. Jelenlegi kollégáink közül például Zánné Sivák Andrea kolléganő rajzai láthatók a borító belső oldalain többek között, és egy egységbe szerkesztvén egykori kolléganőnk Sebestyén Ágnes alkotásai, egykori és jelen tanítványaink közül például Hornyák Adél Anna, például Géci Boglárka, illetve Soltész Hanna Róza színesíti, élénkíti, élményszerűvé is teszi a könyvnek a kézhez vételét. Ez volt a célunk. Remélem, hogy kisebb, nagyobb hibák mellett, amelyek nem fordulnak elő könyvünkben, és kevés negatívum róható föl, őszintén remélem, hogy aki kézbe veszi, az örülni fog az évkönyv birtoklásának, tulajdonlásának, és olyan gondolatokat olvashat, amelyek számára sokat mondanak, mondhatnak. A könyv másik szerkesztője Müllerné Gulya Márta volt, az írásokhoz pedig az említett volt tanítványok, tanárok, jelenleg is az iskolában tanító pedagógusok mellé rajzokat, grafikákat is társítottak, melyeket szintén egykori és jelenlegi diákok készítettek. A kiadvány végére egy adattár is bekerült, amely 1969-től napjainkig az iskola tanárainak, és 2015-től az érettségiző diákok névsorát is tartalmazza. Leltároznak, és közben újabb és újabb kincsekre is akadnak a Tokaji Múzeum és Világörökségi Bormúzeum munkatársai. Ebben az időszakban, amikor látogatót nem fogadhatnak, találnak maguknak munkát. Ez esetben a közel 55 ezer darabból álló tárgyi örökséget rendszerezték, ápolták, és fedeztek fel közöttük újabb és újabb érdekes darabokat. Hogy mi minden rejtőzik-e falak között, az intézmény vezetője mesélt el nekünk egy közös beszélgetés kapcsán. Több mint 3 hete jóformán csak azzal foglalkoznak a Tokaji Múzeum és Világörökségi Bormúzeum munkatársai, hogy még jobban rendszerezzék az általuk gondozott tárgyi örökséget, ezzel pedig azt még közelebb hozzák az érdeklődő közönséghez.
Több mint 300 darab tárgyról van szó, amelyek eddig több helyszínen, némelyik rendezetlen körülmények között várta, hogy a múzeum munkatársai ismét felfedezzék őket. A múzeum munkatársai most ennek jegyében igyekeznek pozitív oldalról megközelíteni a járvány okozta helyzetet. Valóban hatalmas nagy tervek voltak erre az évre, mind a programok, mind a kiállítások tekintetében, és most mindent át kell értékelnünk. Nekünk lassan itt Tokajban el kellett volna kezdeni a szezont, tehát a turistákat mi szépen úgy, ahogy minden évben felkészültünk a várásukra, különböző programokkal, rendezvényekkel akartuk indítani a szezont, nem beszélve arról, hogy most húsvét hetében vagyunk, úgyhogy ez a másik olyan időszak számunkra, ahova a legnagyobb számú érdeklődött, és itt főleg az oktatási intézmények részéről, tehát a diák érdeklődőket vártunk. Különböző tojásfestés, illetve húsvéttal kapcsolatos programjaink lettek volna, de hát természetesen ezeket most nem lehet megvalósítani. Szomorúak vagyunk, de bízunk benne, hogy lassacskán kifele lábalunk a dolgokból, és egy idő után bízunk benne, hogy néhány héten belül vissza tudunk állni a régi rendszerbe. Igaz, nem unatkozunk, mert azt szoktuk mondani, hogy minden rosszban van valami jó. Hát így elővettük azokat a muzeológiai munkáinkat, ami a látogatók, illetve a turisták érkezésekor háttérbe szorulnak. Úgyhogy most nem a programokat szervezzük és rendezzük, hanem a raktárainkat, illetve a tárgyainkat. Rengeteg megmozdításra váró tárgyunk van, amelyek kicsit, hogy mondjam azt, hogy az elmúlt 4 évben hanyagoltuk ezt a munkát. Voltak olyan bedobozolt tárgyak, műtárgyak, amelyekre a 4 év alatt nem volt időnk rájuk nézni. Be kell azonosítani a leltári számot, meg kell keresni, hogy egyáltalán be voltak-e leltározva, hiszen a új tagintézményünk, a Világörökségi Bormúzeum megnyitása után itt egy hatalmas nagy műtárgymozgás volt. Rengeteg minden átkerült a másik múzeumba, amely természetesen leltározás alapján tudtuk, hogy mi az, ami mozog, de megszüntettünk egy olyan raktárat is, ami nem a múzeumhoz, illetve hát múzeumhoz tartozott, de béreltük egy pincét, így mivel felszabadultak helyek, újabb területek adódtak a Bormúzeum hatására, így ezt a pincét mi megszüntettük, és átpakoltunk oda mindent. Nagyon sok tárgy azonban, mivel nem megfelelő, nem szakszerű tározás eredményeképpen volt elraktározva, sérült, vagy leltári szám leesett róla. Tehát van munka, van munka. Közel az elmúlt 1 hónap alatt 450 tárgyat sikerült, és itt tényleg azt mondom, hogy megfogni, tisztítani, állagmegőrzését megoldani, beleltározni, hiszen ezek a tárgyak még nem is voltak beleltározva, és most az a munka zajlik, hogy keressük ennek a hatalmas mennyiségű tárgyegyüttesnek a helyét. Tehát ami eddig 4 évvel ezelőtt befejezetnek tekinthető, az most újra mozog, újabb területeket szabadítunk fel, újra tematizáljuk a tárgyainkat, tisztítjuk, állagmegőrzését végezzük, és keressük az új helyeket. Ilyenkor azért beindulnak az elképzelések és az álmok, hogy hú, ha ennek még megtalálnánk egy másik darabját, vagy egy hozzá hasonlót, vagy ahhoz a munkafázishoz, folyamathoz tartozó egyéb más tárgyakat, akkor lehetne belőle. Hát ha nem is egy nagyszabású, de egy kamara kiállítást, az mindenféleképpen. Természetesen sok érdekesség került elő a raktárakból, olyanok is, amelyek még az itt dolgozókat is meglepték. Nagyon érdekes, nagyon sokat szoktunk bazsajogni egy-egy tárgyon, ugyanis hát 30 éve belettéve egy dobozba, sajnos nem lett mellé írva semmi, se az, hogy kitől, honnan, és egyáltalán, hogy mire használták, és amikor így nézzük a tárgyat, hogy na, ilyenkor jön a költői kérdés, minek nevezzelek? Erre eszünkbe is jutott egy játék, tehát a napokban remélem, hogy már a héten el tudunk jutni arra, hogy a Facebook oldalunkon elindítunk egy játékot,
ami azt fogja célozni, hogy legyenek kedvesek azok az érdeklődők, akik ismerik ezt a tárgyat, hogy mi ez. Természetesen már ezeket a kérdéseket úgy fogjuk föltenni, hogy mi is szakmailag utána járunk. És ha 10 ilyen tárgyat fogunk föltenni, és mind a 10-re jó választ kapunk, akkor mi más ajándékként természetesen egy üveg tokai bort fogunk a győztesnek fölajánlani. Ebből is látszik, hogy igen, beindult a fantázia, próbáljuk mind ismertebbé tenni azokat a tárgyakat, ami csak mondjuk egy speciális munkafázis, hogy mondjuk a borászathoz, vagy esetleg a szövéshez, vagy egyéb más dologhoz kapcsolódik, de nincs benne a köztudatban, hiszen manapság már nem használják. Lehet, hogy még vannak olyan idősebb korosztályból egyének, akik, ó, hát ez nagyon egyszerű, természetesen ezt tudjuk, de például a gyertyaöntésnek az eszközei, az manapság már nem egy közismert eszköztár. Ezeket már nem ismerik, nem használják, de valamikor hozzátartozott a mindennapi élethez. Most a múzeumoknak ez a legnagyobb kihívás és a legnagyobb feladata, hogy megtalálja a kapcsolatot a látogatóival, azokkal a múzeumbarát, múzeumot szerető egyénekkel, akik igenis rendszeresen, de ha nem is rendszeresen, de azért tervezték a múzeumok megtekintését. Mindenki dolgozik azon, hogy hogyan tudná bemutatni, érdekessé tenni, fogyaszthatóvá tenni magát a múzeumi anyagát. Mert az, hogy Tokajban van 2 múzeumi épület, azt szerintem már egyre többen tudják. És mi más lehet Tokajban, mint a borral kapcsolatos műtárgyak, illetve a borászatnak, vagyis a szőlőművelésnek az eszközei és szerszámainak a bemutatása. De ettől sokkal többen. Igyekszünk mi is bemutatni azt, hogy mi az, ami itt látható, miért érdemes, vagy éppen mi maradt most ki az ide látogatók részéről, ami a szabályok miatt most nem látható. Tavalyi pályázatunkban volt lehetőségünk, hogy mind a 2 intézményünket egy-egy kisfilmbe bemutatjuk. Ezeket is már a Facebook oldalunkon, illetve a honlapunkon megosztottuk, ez alapján már lehet tájékozódni. Igyekszünk minél több ismeretterjesztő anyagot, vagy tárgybemutató anyagot mi is feltölteni, de a gyerekek is megtalálják a honlapunkon a számukra érdekesebb dolgokat, hiszen játékokat is töltünk fel. Tehát mindenki most így, ha már személyes kapcsolatunk nincs a látogatóval, legalább azon online felületen keresztül tartsuk, és igyekszünk fenntartani az érdeklődést, és tartani a kapcsolatot a vendégeinkkel. A múzeum közösségi oldalán már arra is van lehetőség, hogy napi szintű kapcsolatot tartsanak a látogatók, érdeklődők a múzeum munkatársaival. Egy újabb szép könyvvel gazdagodhattunk, hiszen Útravaló címmel közel 5000 oldalon, fényképekkel színesítve Tokaj-hegyalja településeinek értékeit sorakoztatja fel, a régió épített és kulturális örökségét, gasztronómiai sajátosságait, és nem utolsó sorban a borvidék tradícióit. Ezzel együtt olyan ötletekkel is segíti az olvasót, aminek köszönhetően valóban tartalmasan töltheti el szabadidejét a kiránduló és a régió iránt érdeklődő. 700 fénykép, 28 település, 141 látnivaló, nevezetesség. Ezek segítségével kalauzolja el az érdeklődőket Tokaj-hegy alján Adrien, annak az új könyvnek a szerkesztője, amely a közelmúltban jelent meg. Ha valaki kezébe fogja a közel 5000 oldalas, már-már albumnak is beillő úti könyvet, egy átfogó képet kap arról, hogy mely települést miért is érdemes felkeresni. Valójában én ugye borsodi származású vagyok, tehát nekem nem volt ismeretlen már ez a régió a kezdetekben sem, és gyermekkoromban is sok szép pillanat kötődött nekem ide. Aztán, amikor idegenvezetéssel kezdtem foglalkozni, akkor arra döbbentem rá, hogy nincs egy olyan könyv, ami tényleg átfogja az egész régiót, és amiben minden település szerepet kap, és minden település szerepel.
Úgyhogy kitaláltam, hogy akkor én így elindulok, és egy körülbelül másfél éves anyaggyűjtés során sikerült megírni ezt a könyvet, amiben aztán tényleg minden település szerepel, bár az eredeti ötlet az az volt, hogy inkább csak körülbelül 10 település, vagy a fontosabb nevezetességek, ami tényleg érdekes lehet egy turista számára, az benne legyen, de végül, ahogy haladtam tényleg településről településre, úgy mindig találtam valami érdekeset, valami újat, és így végül arra a következtetésre jutottam, hogy ebben a könyvben minden településnek szerepelnie kell. Inkább az volt a cél, hogy egy turisztikai könyv szülessen, de a borvidék maga az pedig közel áll hozzám, hiszen az édesapám is borász, bár nem ezen a borvidéken, hanem a Bükkaljain, de így a borászkodás az mindig érdekelt engem, és ez valahogy mindig közel állt hozzám, és hát ugye számomra a tokaji borvidék tényleg a legnagyobb és ugye egyben legjelentősebb az összes borvidékünk közül, és ezért szerettem volna erről egy átfogó munkát készíteni. A 70 neves Tokaj-hegyaljai pincészet mellett a régió épített és kulturális öröksége, túraútvonalak, szálláshelyek is megtalálhatóak a könyvben. Így Adrien szerint az valóban segítséget jelent az olvasónak abban, hogy tudatosan építse fel a Tokaj-hegyaljai kirándulását, és annak keretében minél több nevezetességet, érdeklődésének megfelelő helyszínt kereshessen fel. Ez körülbelül egy másfél éves munka volt, és többféle forrásanyag van a könyvben. Ugye egyrészt én a személyes tapasztalataimra hagyatkozom, tehát minden, amit látsz a könyvben, azt én személyesen végigjártam, tulajdonképpen végigkóstoltam egész Tokaj-hegyalját, ami nagyon izgalmas volt, sokat beszélgettem az emberekkel, rengeteget segítettek a borászok, akik mindig sokszor egymást is ajánlották, és mindig volt ötletük, hogy mivel lehetne még bővíteni a könyvet, kit ne hagyjak még ki belőle, hol vannak olyan rejtett értékek, amikről én esetleg nem tudok, mert ugye nem vagyok helyi. A könyv másik forrásanyaga viszont a levéltári forrás, mert ugye látod, hogy sok vár, kastély, felújított kúria, templom is szerepel a könyvben, és ezekről az épített örökségekről levéltárban tájékozottam, és egész sok régészeti feltárást elolvastam, és próbáltam mindenből az érdekességet kiragadni, és így állt össze tulajdonképpen a könyv, aminek ugye a tematikája úgy néz ki, hogy egy útvonal terven keresztül haladunk, Szerencstől Sátoraljaújhelyig, és ugye Szerencs hegyalja kapuja, és ahogy a 37-esen folyamatosan haladunk, úgy leágaznak a települések, és tulajdonképpen ez a könyv tematikája. A végén még van egy világörökségi túra is benne, egy középkori örökségtúra, ahol ugye itt a középkori várakat tárgyalom. Ugye ez már nem tartozik szorosan Tokaj-hegyaljához, tehát már nem tartozik hivatalosan a borvidékhez, viszont kilométerben annyira közel van, és annyira szépek ezek a régi várak, a Regéci, a Füzéri vár, Boldogkő vára, de itt tárgyalom például Bizsolyt is, mint egyháztörténeti örökségünket, hogy ezt mindenképpen egy ilyen külön túra keretében meg akartam említeni, illetve ugye a végén, ami még egy ilyen motiváló, inspiráló rész lehet, ez a tematikus túrák, ahol egy-egy témára felfűzve tárgyalom a borvidéket, és rakok össze tulajdonképpen idegenvezetői szemmel túraútvonalakat. Megmondom őszintén, hogy én már akkor is megszerettem, amikor először érkeztem, de aztán, ahogy haladtam településről településre, úgy nyílt meg a borvidék előttem, és én rájöttem arra, hogy annyi érték és annyi kincs van ott, amit tényleg érdemes egy könyv keretében bemutatni az embereknek. Tehát nekem mindig nagyon jó érzés ott lenni. Én a mai napig, ha arra járok, akkor biztos, hogy felmegyek a kedvenc dűlőmbe, sétálok egyet. Tehát engem mindig feltölt, és nagyon sok kedvenc helyem lett Tokaj-hegy alján. A kilátók azok nagyon tetszettek, én nem ismertem ezeket a kilátókat korábban, és sokszor a helyiek segítettek abban, hogy tudok elérni a legszebb pontokat, és ez nagyon, nagyon megragadott engem. Aztán a másik pedig az, hogy legendás borászokkal találkozhattam, és ugye tényleg a fontosabb nagy borászatok mind benne vannak a könyvben, és ez külön élmény volt velük interjút készíteni, személyesen elmenni hozzájuk. Tehát tényleg egy élmény volt az egész út, ez a másfél év, ami mögöttem van.
most valószínűleg már pár napon belül egyébként e-book formátumban is letölthető lesz, illetve már folyamatban van az angol és lengyel verzió is, tehát ezek már szerkesztés alatt vannak, így lesz e-book és könyvformátum angol és lengyel nyelven is. Illetve hát valamilyen szempontból egy fiatal csapattal most tovább gondoltuk ezt a könyvet, és készül egy új projekt, ami szintén Tokaj hegyalját fogja támogatni, és aminek az lesz a célja, hogy Tokaj hírnevét öregbítse, és az első lépés ennek egy webáruház lesz, ahol prémium termékekkel szeretnénk reprezentálni Tokaj hegyalját. Aztán nagyon sok ötletünk és tervünk van még, ez egy pár hét múlva már megvalósítása elkezdődik. Kedves nézőink, mára ennyi volt a Mecénás című kulturális magazinunk, legközelebb a megszokott időben jövő héten pénteken jelentkezünk. Addig is, aki teheti, maradjon otthon, vigyázzunk egymásra, és töltsék velünk az időt. Viszontlátásra!